Különleges Betlem a beledi evangélikus templomban. Textilből készített babák jelenítik meg a Szent Családot és a Betlembe érkező három királyt. Nagy örömmel újságolom el, hogy ide beköltözött a beledi evangélikus templomba a Betlehem. Beköltözött Mária, József a kisded Jézussal. Itt vannak a három királyok, és itt van a pásztor is a báránykájával. Egy tótkomlosi testvérünknek a keze munkáját dicséri ez a betlehemes. Ezeket a bábukat a gyülekezeti és missziós osztály az országos egyháztól ők kölcsönözték most nekünk az idei évre. Örülök annak, hogy így is egészen közel jöhet hozzánk a karácsony örömüzenete és csodája. Így csodálhatjuk együtt a pásztorokkal és a napkeleti bölcsekkel az Úristennek a végtelen szeretetét. Azt is mondom, megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a Tégy a Tehetségekért alapítványunk sikeres pályázaton vett részt. Nagyon szépen köszönöm, akik ennek a lebonyolításában részt vettek, segítettek, és értékes hangszereket sikerült beszereznünk a gyülekezet számára. Így a szaxofont hallhatják ebben az összeállításban, az imapercekben, de pályáztunk gitárra, illetve dzsembére, ez egy ilyen ütődob, és xilofonnak a hangját is meghalljuk majd a karácsonyi műsorban. Így örülünk annak, hogy énekkel és hangszerekkel is dicsérhetjük az Úristent. Adja nekünk, hogy minél többek megtanuljanak ezeken a hangszereken játszani, és minél többször egymás örömére és az Úristen dicsőségére tudjunk gyülekezeti közösségünkben ezzel is szolgálni.